Egy kedves érdeklődő kérdezte tőlem, szerencsére nem csak a trollok találnak meg, akik páros lába belémálnak, hogy arról nem szoktam beszélni, hogy egyáltalán kik fogyaszthatják a gyógygombákat. Erre van egy vicces definícióm dr. Limtől, akitől mi valamennyien kb. tanultuk a ganoterápiát. Ő azt szokta mondani, hogy kétféle ember nem fogyaszthatja. Az egyik, aki még nem született meg, a másik, aki pedig már nem él. De ezen kívül nincsen olyan betegség vagy egészségi állapot, amikor ellenjavalt lenne valamilyen gyógygombának, vagy spirulinának, vagy valamelyik fermentált élelmiszernek a fogyasztása. Olyan előfordulhat, hogy esetleg egy nagyon legyengült szervezet, mondjuk egy idős ember súlyos betegség után lábadozik, vagy egy komolyabb műtét után lábadozik, hogy azért úgy óvatosan, tehát nem javasoljuk olyankor, hogy egy marékkal az ergéből bekapjon, mert lehet, hogy nagyon erős reakciókat váltanak ki a szervezetéből, de vannak olyanok, olyan termékeink, amelyek kimondottan segítenek abban, hogy ő gyorsan lábra álljon ebből a betegségből. Szóval nyugodtan bárki ajánlatja bárkinek, és nyugodtan bárki fogyaszthatja ezeket, semmiféle baj nem csinál, sőt éppen ellenkezőleg.